Ezt is engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem mindannyiukat. Szeretném megköszönni a meghívást, tisztelt hölgyeim és uraim. Gondolkodtam sokat, hogy miért is hívtak meg engem ide. Adódna egy könnyű válasz, hogy végül is meghívták a miniszterelnököt, és ha eljön, akkor esetleg valami súlyt ad a dolgoknak. De aztán arra gondoltam, hogy lehet más oka is annak, hogy meghívtak ide. Mert kétségkívül igaz, hogy ha az ember föllapozza ezt a fantasztikus kiadványt, és végigköveti az életutakat, csak röviden is, amiben itt megismerkedhet, akkor érzi azt a távolságot, ami a mostani fiatal nemzedéket elválasztja, vagy megkülönbözteti attól a nemzedéktől, amelyhez én is tartozom. És innen nézve persze végül is egy olyan embert hívtak meg önök, akiknek már inkább az öreg fiúk csapatban van a helye. Nem is kerültem be ebbe a kötetbe. De arra gondoltam, hogy hát ha azért hívtak meg, mert hogy én is voltam fiatal. Én is voltam fiatal, bizonyos szempontból talán nem is a sikertelenebb fajtához tartozom. És nekem is van élményem arról, hogy milyen dolog fiatalon sikeresnek lenni, és hogy ez milyen meglepetést vált ki abban a környezetben, ahol az ember egyébként a munkáját végzi. Az én esetemben, ugye én 35 évesen lettem először miniszterelnök, és ami nem általános a magyar és az európai politika történetben, és jól emlékszem, amikor az Anikóval, feleségemmel talán 98-99-ben a NATO csúcsra kellett mennünk, hogy a vörös szőnyegen kellett bevonulni egyenként, akkor még az amerikaiak mondták, hogy bodyguards, azok jobbra, itt a miniszterelnököknek kell majd állniuk, és nehezen tudtam őket meggyőzni arról, hogy jó helyen állok. Tehát azt gondolom, hogy talán azért is vehettem magamnak a bátorságot, hogy elfogadjam az önök meghívását, mert nem csak miniszterelnökként, hanem egy kicsit az önök életútjához hasonló pályát befutott, vagy hasonló élményeket ismerő emberként is önök között lehetek. De először nem a saját nemzedékem tapasztalatairól szeretnék itt néhány szót szólni, bár majd arról is mondok néhány szót, hanem inkább az alapítványnak szeretnék először gratulálni. A magyar mondás úgy szól, hogy a rossz példa az ragadós. Ha jól értem, ma inkább olyanok vannak itt együtt ebben a teremben, akik azt gondolják, hogy a jó példa is lehet ragadós. És ezért tanúsítottak, vagy váltottak ki olyan média figyelmet a vállalkozásukkal, ennek az alapítványnak a létrehozásával, mint amilyet sikerült kiváltaniuk. Ez egy szép teljesítmény, szeretnék önmagában ehhez a tényhez is gratulálni, mert mikor készültem ide önökhöz, átnéztem néhány statisztikát, és azt láttam, hogy a vállalkozók iránti médiafigyelem általában, nem is a fiatalok, hanem általában a vállalkozók iránti médiafigyelem terén Magyarország az utolsó helyen áll a régióban. Egy 2012-es felmérésben pedig azt találtam, hogy a fiataloknak általában Magyarországon 88%-uknak nincs példaképe. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, pedig ha valakinek, hát a vállalkozóknak lenne honnan válogatniuk példaképeket és sikertörténeteket. Nem csak egyenként, hanem az egész magyar vállalkozói világ úgy, ahogy van. A magyar kis- és középvállalkozói világ is önmagában egy nagy sikertörténet. Mondok néhány adatot, amely ezt alátámasztja, mint egy bizonyítandó, hogy a vállalkozók általában és együtt is méltók az elismerésre. Az összes Magyarországon működő vállalkozásnak 99%-át kis- és középvállalkozások adják. Ez a kis- és középvállalkozói világ alkalmaz az összes Magyarországon dolgozó embernek a 73%-át, és ők állítják elő a nemzeti össztermék több mint 55%-át. Jó oka van tehát Magyarországnak arra, hogy büszke legyen a magyar kis- és középvállalkozásokra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azért is szeretnék köszönetet mondani az alapítvány munkatársainak, mert, mint a szavazati számok is mutatják, én még csak január 11-i adatokkal rendelkeztem, akkor 25 ezeren voltak, akik szavaztak. A média figyelem középpontjába állították ezúttal a fiatal vállalkozókat. De szeretnék gratulálni az alapítvány létrehozóinak is, és úgy látom, hogy sikerült
lerombolniuk, ha azt talán nem is, de megrendíteniük néhány közkeletűvé vált dogmát és rossz beidegződést, amely uralkodik Magyarországon. Az egyik ilyen közkeletű fölfogás az az, hogy magyar fiatal csak külföldön lehet sikeres, és csak külföldön érvényesülhet. Ideje, hogy megrengessük, vagy akár föl is döntsük ezt a dogmát, vagy ezt a tabut. A másik megrendítésre váró tévképzet, hogy csak Budapesten lehet sikeres vállalkozásba kezdeni. Most megnéztem a adatokat, itt azt látom, hogy a versenyzőknek közel fele, azt hiszem, hogy 24-en az 50-ből, vidéken indították el a vállalkozásukat. Aztán hallottunk itt az előbb valamit, ami szintén beillik tabu döntögetésnek, mert azt szoktuk gondolni, hogy különösen mi férfiak, hogy hát a vállalkozás egy olyan nehéz dolog, hogy ezt elsőben nekünk kell csinálnunk, tehát elsőben férfiak uralják ezt a világot, és sikeres vállalkozók azok inkább férfiak, de mint kiderült, a hölgyek is labdába rúgnak, ami nekem különösen fontos, mert én csupa olyan hölgyel vagyok otthon körülvéve, akik ragaszkodnak ahhoz a fölfogáshoz, hogy a szakma, a pálya, a karrier, vagy hogy kell ezt mondani, meg a család az nem vagy-vagy, hanem is-is. És folyamatosan azt várják tőlem otthon is, meg azt várják tőlem a nagy politikában is, hogy olyan döntések szülessenek, amely a hölgyek számára, a nők számára lehetővé teszik, hogy ez valóban is-is legyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és végezetül egy olyan tabut is megdöntöttek a szervezők, vagy alapítvány létrehozói, amely arról szól, hogy sokan gondoltuk, még egy kicsit talán magamat is ide sorolhatom, gondoljuk azt, hogy egy új vállalkozás alapja csak valami világra szóló találmány lehet. Itt azonban kiderül, ez nem így van. Ha az ember megnézi, mivel foglalkoznak és milyen területeken vállalkoznak ezek a fiatalok, akkor nem arról beszélünk, hogy volt egy zseniális gondolatuk, hanem volt egy gondolatuk. Nem is tűnt olyan nagy gondolatnak, inkább egy közepesnek mondanám. És csak mert képesek voltak arra, hogy azt következetesen végigvigyék, ez a vállalkozás, ami erre a gondolatra épült, megállt a lábán. Ezért van azt szerintem, hogy a legkülönbözőbb szakmákból, az ácstól, a fodrászon keresztül az orvosprofesszorig találhatunk itt sikeres vállalkozókat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hadd ragadja meg az alkalmat, hogy mint egy önöket köszöntve, ezek után néhány szót arról is szóljak, ahogyan a magyar szellemet én látom, illetve ahogyan az én székemből mutatja az magát. Hát, és nem tartom véletlennek ezt a nagyszerű listát, amit a kötetben láthatunk. És azt sem tartom véletlennek, hogy Magyarországon ilyen sok kis- és középvállalkozói kísérletet láthatunk nap mint nap, és általában nem tartom véletlennek, hogy a magyarok próbálkoznak, és rendszeresen valamilyen vállalkozás irányába keresik a saját életükre a megoldást. Ha nekem nap mint nap kell foglalkoznom a különböző kérdések történeti és nemzetközi összefüggéseivel is, ezért talán mondhatom önöknek azt, hogy az én székemből jól látszik, hogy mi magyarok egy felfedező nép vagyunk, és akkor vagyunk elemünkben, hogyha szabadon gondolkodhatunk. Ha külföldre megyek, és önök közül talán már volt, aki jöhetett, vagy akivel én mehettem, inkább így fogalmaznék, együtt üzleti delegációt is vezetve külföldre, ott is mindig elmondom azt, hogy nem csak a nagy dolgokra kell gondolni. Amikor arról beszélünk, hogy mi egy felfedező nép vagyunk, és elemükben vagyunk, ha szabadon gondolkodhatunk. Tehát nem csak a C-vitaminra kell gondolni, tehát nem csak azokra a dolgokra, amelyek alapjaiban rengették meg a világon addig uralkodó gondolatokat egy-egy szakmában, mondjuk a műszaki tudományok területén, vagy az orvostudományban, hanem olyanokra is gondolhatunk, amelyek olyan dolgokra is, amelyek ma már mindennapos eszközei az életünknek, gondolhatunk Neumannra és a számítógépre, aztán bíróra és a golyóstólra. De én minden reggel, amikor a kávémat megiszom, akkor mindig Illy Károlyra gondolok, aki egyébként felfedezte a presszógépet, csak ezt mi nem tudjuk, és egy derék nagyváradi mérnökember volt, akit csak a világháború az első sodort valahova Észak-Olaszországba, ahol aztán olasz hölgyet feleségül vevén az olaszok elkobozták őt tőlünk, mint magyar felfedezőt, és ezért gondoljuk, az olaszok találták föl a presszó kávét előállítani képes gépet, holott nem, ezt egy magyar mérnök tette meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Luther Márton egyszer azt mondta, hogy az Isten a legnagyobb egyenlőséget az egyenlőtlenséggel teremtette. Ezt a modern nyelvvel inkább úgy mondanánk, hogy a legnagyobb egyenlőséget a különbözőséggel teremtette. Tehát az, hogy mindannyiunkat különbözőnek alkotott meg,
És ezért van az, hogy minden ember más és más területen látja meg a lehetőséget, más és más területen érzi úgy, hogy ki tudja bontakoztatni a tehetségét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 10 millió szabadságharcos országa vagyunk tehát, ezt bátran mondhatom, ellenálló és szabadságharcos egyszerre, tehát itt jó gondolatokat se egyszerű ebben az országban átvinni, de mint mondtam, ha szabadon gondolkodhatunk, akkor mi magyarok elemünkben érezzük magunkat, és lássuk, hogy 1989-ben, hogy ismét visszatérjek a saját személyes tapasztalataimra, éppen elemünkben éreztük magunkat. Nem azért, mert szabadon gondolkodhattunk, hanem az egyetlen esélyünk a túlélésre az volt, hogy másképp, tehát szabadon kezdtünk el gondolkodni, mert a régi világnak a szabályai és sémái azok az érvényüket vesztették. És ha most ebből a logikából vizsgáljuk mindazt, ami ma történik velünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy 2010-ben is elemünkben voltunk, mert a régi világnak, annak a gazdasági rendszernek, amelyen Európa áll, amelyet Európa működtet, annak bizony a szabályai és a sémái érvényüket vesztették, mert sikertelenségre kárhoztatják azokat, akik továbbra is annak a világnak a logikája mentén gondolkodnak. Úgyhogy 2010-ben nem véletlenül alakult Magyarországon egy gondolkodásában fiatalos, mondjuk így legyünk. Lássuk, amit be kell látnunk. Tehát gondolkodásában egy fiatalos kormány alakult, mert világos volt, hogy elemünkben kell ismét lenni, szabadon kell gondolkodnunk, újszerűen kell gondolkodnunk. Ezért van az, hogy arra jutottunk, hogy egy munkaalapú társadalmat kell fölépíteni. Ez a fiatalok körében többször tapasztalta már, hogy egy dögunalmas kifejezés, a munkaalapú társadalom, de valójában, ha belegondolnak, fontos dolgokat takar, hiszen azt is magában foglalja, hogy a jövő generációi illetően azt gondoljuk, hogy az ő példaképei nem az előző 20 év pénzügyi szerencselovagjai kellene, hogy legyenek, hanem inkább az értéket előállítani képes sikeres vállalkozók. A munkaalapú társadalomba ez is beleértendő, ez is benne van, tisztelt Hölgyeim és Uraim. És ha vetnek egy pillantást az Egyesült Államokra, és arra a kérdésre keresik a választ, hogy ők miért vannak előrébb a válságkezelésben, mint mi, akkor azt a választ fogjuk találni, hogy azért, mert ők már újszerű módon gondolkodnak a gazdasági rendszerre. És ha azt nézzük, hogy miért figyel most mindenki Japánra, aki egészen különös dolgot csinál, és miért jönnek ott is azért, talán az amerikainál kisebb ütemben, vagy lassúbb ütemben a sikerek, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez is azért van, mert a japánok is újszerű módon gondolkodnak, mert a régi világ sémái elveszítették az érvényüket. És talán megkockáztathatjuk, hogy Európa is csak akkor lehet újra sikeres, és nyerheti vissza a régi fényét, hogyha új megoldásokat keres, és új utakra lép. Ami a magyar kormányzatnak az újszerű gondolkodását illeti, ilyen értelemben mondjuk, hogy egy fiatalos gondolkodását illeti, azt most én nem ismertetem, mert önök is tudják, hogy visszafizettük az IMF hitelt, meg kitéptük magunkat a túlzott deficit eljárás alól, meg az államadósság is már lejjebb van, és hogy az inflációt is lassan mikroszkóppal kell keresni Magyarországon, ők ezt mind tudják. Én most csak azt szeretném világossá tenni, hogy egy munka alapú gazdaság az kizárólag a magyar emberek, szakemberek szakértelmére, rátermettségére és munkabírására épülhet föl. Márpedig a magyarok eltökéltségben, szakértelemben, rátermettségben és munkabírásban jól állnak, ez bizonyított tény, és erre lehet egy újszerű gazdasági rendszert is fölépíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek után kellene nekem néhány szót szólnom arról is, hogy mi milyen eltökélten támogatjuk a fiatal vállalkozókat. De ezt az önigazolás ízű felsorolás most inkább zárójelbe tenném, mert valószínűleg ezeket önök is jól ismerik. Társasági adócsökkentés, örökösödési illeték eltörlése, adminisztrációs terhek csökkentése és így tovább. De egy adatot azért mégiscsak, egy igazán fontosat hadd mondjak önöknek, ebből talán érzékelhetik, hogy megvan a szándék, azt nem állítom, hogy siker is van, de megvan a szándék a mai döntéshozókban, az idősebb nemzedékhez tartozó döntéshozókban is arra, hogy lehetőséget próbálnak teremteni önöknek, a fiatalabb nemzedéknek. 2012-ben egy új közbeszerzési eljárási törvényt alkottunk meg Magyarországon, és az a helyzet, hogy abból, tehát 10 közbeszerzési eljárásból, mintegy 8 az általában a hazai kis- és középvállalkozások győzelmével végződött. Amit pedig nemzeti eljárásrendben bonyolítottunk le, tehát egy más eljárásrendben, ott pedig a kis- és középvállalkozások győzelmi aránya meghaladta a 90%-ot. Ez már egy új világnak a reggele. Ez már egy másik széljárás.
és miután nyilván önök olvassák a gazdasági szaksajtót, tudhatják, hogy a 2014 és 21 közötti 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusban a kormány úgy döntött, hogy a pénzek, a források 60%-át gazdaságfejlesztésre fogjuk fordítani. Ha ezt az előbbi számadattal összevetik, akkor láthatják, hogy ideje hegyezni a pennákat, hogy megírhassák azokat a pályázatokat, amelyeket a fiatal nemzedék is, kis- és középvállalkozóként sokkal könnyebben érhet el a jövőben, mint ahogy az eddig történt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül azt szeretném még elmondani önöknek, hogy az egy közismert életérzés, idősebbek és fiatalabbak egymás követő nemzedékek között, hogy az idősebbek úgy érzik, hogy a fiatalok azok nem akarják használni azokat a tapasztalatokat, amiket ők pedig olyan szívesen átadnának, hiszen ők már annyi mindent láttak, és nyilván mert nem csak a történet elejét látták, hanem a végét is, hát el tudnának mondani néhány dolgot, hogy mit lehet, mit nem, mit érdemes és mit nem csinálni. A fiatalabbak pedig úgy szokták érezni, hogy az idősebbek nem számítanak rájuk. Hogy tele vannak energiával, új látásmóddal, kezdeményezéssel, de hiába valahogy azok, akik a döntéshatali pozícióban vannak, vagy akik a derekát, a törzsét adják az adott közösségnek, társadalomnak, családnak, azok nem tartanak igényt erre a fiatalos tudásra. Én tudom, hogy nem egy trendi olvasmány egy alkotmány. Rásuk papíralapon van alapvetően, meg talán bonyolult is egy kicsit, de ajánlom mindenkinek, akiben vannak ilyen kétségek a fiatal nemzedékhez tartozók között, hogy azért legalább az elejét időnként lapozzák. Ott ugyanis van egy fontos dolog, és ezt szeretném most önöknek, mint egy biztatásképpen ismertetni. Tehát a magyar alkotmánynak az első fejezetét úgy hívják, hogy nemzeti hitvallás. Tehát amikor azt írtuk, akkor azzal egy hitvallást tettünk. És ott írtunk önökről is. És azt a két mondatot, amit önökről írtunk, azt szeretném most itt a dolog komolyságát bizonyítandóan, mert ami támogatásunk mögötti komoly szándékot bizonyítandó fölolvasni. Ez a két mondat így hangzik. Bízunk a fiatal nemzedék elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét nagyjá teszik Magyarországot. Fiatalabbak számára biztatóbb mondatokat még a magyar alkotmányban soha nem lehetett olvasni. Én nagyon remélem, hogy ez az alkotmány nem marad írott malaszt, e tekintetben sem. És végezetül, amivel a mondandómat szeretném zárni, az ki mástól származó idézet lehetne, mint a jó öreg Winstontól, Winston Churchilltől, aki egyszer a következő dolgot mondta, ezt én a munkám számára följegyeztem hosszú évekkel ezelőtt, így hangzik a gondolat, egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget. Egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget. Az önök előtt járó nemzedék, amelyhez magam is tartozom, meglátta a nehézségben a lehetőséget 1989-ben, és szerintem 2010-ben is. Van néhány tapasztalat, amit szívesen osztanánk meg önökkel. Miért is nem kötünk szövetséget? Köszönöm, hogy meghallgattak.